Népszerűek a képzések. Az idei évi általános felvételi eljárásban 736 hallgató nyert felvételt a Matek kaposvári kampuszára. Élménytábor a Balatonon. 6 gyermek otthonból közel 100 állami gondoskodásban élő fiatal nyaralatónál. 12 túraútvonal várja a kirándulókat országszerte, a Balaton körül is szerveznek erdei vándortáborokat. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Minden eddiginél több, közel 3400 hallgató nyert felvételt a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemre, ami 32%-os emelkedést jelent a 2022-es adatokhoz képest. Az intézmény kaposvári kampuszára az idei évi általános felvételi eljárásban 736 főt tudtak felvenni, 65%-kal többet, mint tavaly. Aki nem jelentkezett, vagy esetleg nem nyert felvételt, a pótfelvételi eljárásban még beadhatja jelentkezését augusztus 6-áig. Népszerűek a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kaposvári kampuszának képzései. Ez derül ki az idei felvételi adatokból. Az általános felvételi eljárásban 736 fő nyert felvételt. Ez azt jelenti, hogy Kaposváron szeptembertől 65%-kal többen kezdhetik meg tanulmányaikat, mint egy éve. Agrárképzési területre idén összesen 206 fő nyert felvételt, amely 30%-kal több az előző évinél. Legnépszerűbb képzés idén is a lótenyésztő és lovasport szervező agrármérnök volt, ez mellett népszerű volt a mezőgazdasági mérnök alapképzés is. Az előbbire 38 főt, míg az utóbbira pedig 54 főt tudtunk felvenni. A tavaly szeptemberben először indított élelmiszermérnök alapképzésre most 23 fő nyert felvételt. A mesterképzések közül az állattenyésztő mérnök szakra tudták a legtöbb hallgatót felvenni. Mint azt Vörös Péter kiemelte, az agrárképzési területen legmagasabb pontszámmal az osztatlan agrármérnök képzésre lehetett bekerülni 306 ponttal. Műszaki képzési területen belül a két éve indított gépészmérnök alapszakra 24 főt tudtunk felvenni, és idén először el tudjuk indítani a kaposvári kampuszon a gazdaságinformatika alapképzést levelező tagozaton. Vörös Péter kiemelte, a pedagógus képzési területen sikerült megduplázni a felvett hallgatók számát a tavalyi évhez képest, így szeptemberben 331 első éves kezdheti meg tanulmányait. Itt a legnépszerűbb képzése a gyógypedagógiai alapszak volt. Nappali tagozaton 43 fő, míg levelező tagozaton 100 fő kezdheti meg tanulmányait szeptembertől ezen a szakon. Ezen a képzési területen volt a legmagasabb a pontszám, amivel be lehetett kerülni, 304 ponttal az állami ösztöndíjas nappali képzésre. Idén nagyon-nagyon népszerű volt a tanító, az óvodapedagógus, valamint a csecsemő és kisgyermeknevelő alapszak is. Nappali és levelező tagozatra összesen tanító szak esetében 59 főt, óvodapedagógus szak esetében 79 főt, csecsemő és kisgyermeknevelő szak esetén pedig 40 főt tudtunk felvenni, és kezdheti meg a tanulmány egy szeptembertől. Egyre többen választják a pedagógiai alapképzés után a mesterképzést. Idén el tudták indítani a gyermekkultúra mesterképzést is. Erre nyert felvételt a friss diplomás Tárnoki Kata, aki tanítóként helyezkedik el szeptembertől. Ahogy hallottam, ez inkább egy gyakorlatiasabb képzés, mesterképzéshez képest, és én mindig is inkább a gyakorlat felé vonzottam, mint az elmélet felé. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ezt a jövőben tudom majd kamatoztatni a munka során. A gazdaságtudományi képzési területre közel 90-en nyertek felvételt. Itt a legnépszerűbb a pénzügyi és számvitel, valamint a kereskedelem és marketing alapszak. Mint azt a főigazgató elmondta, a kaposvári kampuszon idén először tudják majd elindítani a gazdálkodás és menedzsment alapszakot. A művészeti képzési területen idén is a színművész osztatlan képzésre nyertek legtöbben felvételt, de népszerű volt a képi ábrázolás, valamint a média dizájn alapszak is, hangzott el a felvételi adatokat ismertető sajtótájékoztatón. Aki nem jelentkezett, vagy esetleg nem nyert felvételt, a pótfelvételi eljárásban még beadhatja jelentkezését augusztus 6-áig. Mind állami ösztöndíjas, mind pedig önköltséges képzésekre is lehet jelentkezni.
Az online árfigyelő rendszer már 2% ponttal csökkentette az élelmiszerinflációt, írja a Gazdaságfejlesztési Minisztérium. A szaktárca szakmai támogatása mellett a gazdasági versenyhivatal 2023. július 1-én sikeresen elindította az online árfigyelő rendszert. Ennek célja, hogy az egyes élelmiszeripari termékek napi eladási árának megjelenítésével segítse a fogyasztói döntéseket, és a piaci verseny fokozásán keresztül lejjebb szorítsa az árakat, ezzel is hozzájárulva a szankciós infláció mielőbbi letöréséhez, a családok megvédéséhez. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium közleménye szerint a rendszer elindulását követően az érintett áruházláncok számos termék esetében határozottan csökkentették áraikat. Az elmúlt egy hétben az online felületre kötelezően szolgáltatandó 62 termékkategóriából 32 termékkategóriában mérséklődtek tovább az átlagárak. Leginkább a paradicsom, a narancs, a kígyóuborka és az alma árai csökkentek. Javában tart a NÉBIH által koordinált nyári szezonális ellenőrzés sorozat, amelynek célterületei között a Balaton környéki vendéglátóhelyek is megtalálhatóak. A vizsgálatok fókuszába az éttermek ellenőrzésére jellemzően a higiéniás állapotok, az alapanyagok nyomon követhetősége, valamint azok kezelésének ellenőrzése került. Az ellenőrzések összességében pozitív képet mutatnak, kisebb hiányosságok azonban akadnak. Több helyen tapasztalták például a szakemberek, hogy a szakosított tárolást nem az előírásoknak megfelelően oldották meg. Előfordul továbbá, hogy a padló, a fal és a mennyezet, valamint a berendezési tárgyak, eszközök állapota volt kifogásolható. Visszatérő hibaként említhető, hogy nem minden dolgozó rendelkezett érvényes egészségügyi alkalmassági igazolással. Enélkül viszont a kiemelt járványügyi kockázat miatt nem végezhető vendéglátó tevékenység. A legkirívóbb esetben 2019-ben lejárt fűszert, valamint több 2021-ben, illetve 2022-ben lejárt alapanyagot is találtak az ellenőrök. A jogsértő termékek összmennyisége megközelítette a 2000 kg-ot. A hatóság ezeket természetesen kivonta a forgalomból, valamint megtiltotta az ismételt forgalomba hozatalt és a felhasználást. 8. alkalommal rendezik meg a Szülőkháza közhasznú alapítvány Tegyél jót nyári élménytáborát a Balaton partján, amelyen 6 gyermekotthonból közel 100 állami gondoskodásban élő fiatal vesz részt. Sokan közülük először járnak a magyar tengernél, ahol a tábor ideje alatt életre szóló élményekkel gazdagodnak majd. Közös tánccal, énekkel készültek az esti gálaműsorra a gyerekek Balatonfenyvesen. A Szülőkháza közhasznú alapítvány idén 100 fiatal kikapcsolódásáról gondoskodik. Nagyon jó a közönség is, a csapat egészen jó, mindenkire lehet számítani, mindenki segít mindenkinek. A táborban ma már olyan fiatalok is részt vesznek segítőként, akik egykor táborozóként voltak jelen. Hát például ma vízibombáztunk, strandoltunk, vízibicikliztünk, hajókirándulás, fagyizás, tábortűz, nyásolás, egy csomó vetélkedő, sportok, szerintem nagyon jól telnek. A Szülőkháza közhasznú alapítvány évről évre élményprogramokkal segíti a nehéz sorsú, otthonban nevelkedő gyerekek nyaralását. Az első Tegyél jót tábort 8 éve rendezték meg, akkor 40 gyerekkel. Ezeknek a táboroknak az a célja, hogy legyen lehetőség fogadni például önkénteseket, akik eltöltenek órákat, napokat a gyerekekkel. Szeretnénk megnyitni az állami gondoskodásban élő gyerekek világát a társadalom felé, hogy egy pozitív befogadást érjünk el a számukra, hogy meg tudjuk mutatni, hogy ők egyrészt mennyire nehéz élethelyzetből kerültek a gyermekotthonba, hogy ott is szükségük van szeretetre, támogatásra, nem csak a nevelők részéről, de részünkről is, emberekről, a társadalom részéről, és hát nem utolsó sorban élményeket szeretnénk átadni a gyerekeknek. A táborban számtalan barátság is kötődik, így a gyerekek minden évben várják, hogy újra találkozhassanak egymással. Kedvezően alakul az idei dinnye szezon. A kínálat bőséges, a minőség az ország minden
termesztő körzetében kiváló közölte az MTI-vel a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A NAK, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének piaci körképe szerint július végén Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is elkezdődik a betakarítás, előtte a déli ország részből, majd Hevesből érkezett a dinnye. A betakarítás augusztus 10-e körül érhet véget, de számos termelő a hónap második felére is ültetett dinnyét. A közlemény szerint a tavaly óta 2600 hektárról 2900 hektárra bővült belföldi termőterületről 140-160 ezer tonnát takaríthatnak be a gazdálkodók. Az exportpiacokon is bíztatóak a kilátások, kedvezően alakulnak az árak, a nagy meleg növeli a külföldi keresletet. A sárga dinnye értékesítési lehetőségei ugyancsak jók, a minőség kiemelkedő, importnyomás sem érezhető, a belföldi kínálat pedig akár októberig is kitarthat, tették hozzá. Idén is népszerűek az erdei vándortáborok, ebben az évben 12 túraútvonallal várják a fiatalokat az ország minden részén, többek között a Balaton felvidéken. A táborok során erdei szálláshelyeket, napi háromszor étkezést és programokat biztosítanak. A csoportot szervező pedagógusoknak pedig lehetőségük van a gyalogos vándortáborvezető képzés elvégzésére is. A Balaton felvidéki erdei iskolánál vagyunk. Itt ez a táborhelyünknek a második helyszíne. Itt a gyerekek most itt készülődnek, és itt fognak táborhelyet váltani, Monoszlóra. Itt az erdőhelyről maga nagyon gyönyörű helyen van, itt nincsen térerő, a gyerekek nagyon jól ki tudnak kapcsolódni, és teljesen felszabadultan tudnak itt a természet lágyülén. Itt az erdő közepén vagyunk, nagyon jól tudnak kikapcsolni, focizni. Itt egy esti programunk is van, egy esti vadlás, van-e az öregbük tanúsvényünk, amin végig tudnak menni, nagyon hosszan és részletesen bemutatja így maga itt az erdőgazdaságnak a közösségi életét, a fákról, madarakról, minden egyébről. Gyere, nézzük meg a táskádat akkor, hogy megvan a minden a napi túrához. Jó, kis táskádat, hadd nézzem. Most vagyok először, ilyen szakmai gyakorlat keretein belül jöttünk ide az osztállyal. Hát nagyon fárasztó, főleg amikor a tűzőnapon kell sétálni, de amikor ilyen síkterep van, vagy az esti játékok, ezek mind nagyon jók, és szerintem nagyon jó élmény mindenki számára. Amikor a pusztán kellett mennünk a 32 fokban, az nagyon kemény volt. Nem is maga az út, nem a terep, hanem inkább az, hogy ennyire meleg volt. Ami nekem nagyon tetszett, hogy tegnap megnéztük a Kinizsivárat. Én nagyon szeretem az ilyen történelmi dolgokat, és nekem tetszettek az ilyen romok, amiket út közben láttunk, úgyhogy nekem összességében nagyon tetszett. Ez most már a negyedik évünk, folyamatosan hozunk kisebbektől nagyobbakig sportszakosokat a táborokba. Azt gondolom, hogy ez mindenkinek egy kihívás, illetve ugye a kicsit a 21. századi körülményektől elszakadva ez azt gondolom, hogy mindenkinek egy hatalmas nagy élmény lehet. Megszűntek így a csütörtök-pénteki morgások, és egy kicsit mindenki alávetette magát most annak, hogy napközben túra van, bírni kell a meleget, és amikor visszaérünk, akkor pedig teljes mértékben feltalálják magukat, amiben nagyon sok segítség az itt lévő játékok és eszközök. A környezettudatosság abszolút fontos, és azt gondolom, hogy mostanában nem viszik ki őket a természetre. Természetbe elviszik őket nyaralni, de az is inkább külföldre van, úgyhogy abszolút fontosnak tartom, hogy ezeket a magyarországi értékeket is egy kicsit átadjuk, és lássák azt, hogy mi is van Magyarországon, és érdemes itt is elmenni nyaralni ide-oda, vagy megismerni az itteni tájakat. Országszerte vannak táboraink, 12 útvonalat működtetünk. Ezek közül egy olyan van, ami nem csak erdei vándortábor, hanem a Magyar Kajakkenu Szövetséggel közösen szervezett erdei és vízi vándortábor, tehát ott mindkét túratípus kipróbálják a táborozók. Abszolút lelkesek a fiatalok, úgy látjuk, hogy ezt kalandnak élik meg. Azok a dolgok, amiket kívülről nézve a komfort hiányának érezhetünk, azok közelről nézve egészen izgalmas dolgok és olyan kihívások, amik nagy élményt jelentenek. Az a szép az erdei vándortáborokban, hogy
amellett, hogy együtt vagyunk, hogy közösségben vagyunk, vannak azért kihívások, föl kell mászni egy hegyre, le kell küzdeni távolságot, és ez egy hatalmas teljesítményélményt ad. És mindezt a teljesítményélményt közösségben megélni, együtt a barátokkal, osztállyal, vagy táborozó közösséggel, egy sokkal nagyobb élmény, hiszen megoszthatjuk egymással, és támogathatjuk egymást. Népszerűek a képzések. Az idei évi általános felvételi eljárásban 736 hallgató nyert felvételt a Matek kaposvári kampuszára. Élménytábor a Balatonon. 6 gyermek otthonból közel 100 állami gondoskodásban élő fiatal nyaralatónál. 12 túraútvonal várja a kirándulókat országszerte. A Balaton körül is szerveznek erdei vándortáborokat. Híreinket, videóinkat megtalálják a Somogy Televízió Facebook oldalára, vagy YouTube csatornájára kattintva is. Ennyi fért ma esti híradónkba, ha tehetik, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!